elérkezett a pillanat, amikor megérkeztünk a északi sarkra. Pontosan itt állunk az északi sarkon, mutatom a 94. szélességi fok. Ez a világ teteje, Vrchina Mira mondják oroszul, azért, mert minden irányban, amerre elindulunk, délfele megyünk, tehát világ tetejének ezért nevezik. Nyilvánvaló a legmagasabb pont a Földünkön a Mount Everest, de ez a világ teteje az előbb említettek miatt. Hálás vagyok mindenkinek, aki lehetővé tette számomra, hogy eljössek ide. Egy évig készültem arra, hogy az utazás megvalósuljon. Néhány barát segített, sokan nem. Nagyon hálás vagyok a több mint 20 ezer diákomnak a Révai Gimnáziumban, a Dolgozó Gimnáziumában, amelynek 30 évig igazgatójaként dolgoztam, és nem utolsó sorban a Széchenyi István Egyetemnek. Az előadásaimon elhangzottak a legfontosabb tudományos információk, és nagyon boldog és büszke vagyok, hogy a Széchenyi Egyetem tanára lehettem, óraadó tanára, hálás vagyok a sorsnak. Mindent megteszek a városért, Magyarországért, nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon szeretem Győr városát. Az utazás számomra az egyik legnagyobb élmény. Szeretettel gondolok mindenkire, hogyha három kívánságom lenne, akkor az előbb említett 20 ezer diák a három kívánság közül kettőt biztos, hogy kitalálna. Kettőt kitalálna, hát egyet elárulok. Az első a szeretet lenne. Jubov, love, az első biztos ez lenne, és a másik kettő hadd maradjon titok. De én ezt a zászlót magammal hoztam, és itt megmutatom nagy szeretettel. Elégedett vagyok a kiszolgálással, a szakmai előadásokkal. Jó magam, mint geográfus, igyekszem hozzátenni a magyar földrajzosok elméleteit, de sokat tanulok, mindig tanulok minden utazásból. Isten áldjon mindenkit,